Sziasztok! Emlékeztek még arra a modellre, ami, döntsetek el ti, hogy jó vagy rossz irányban, de megváltoztatta talán maga a márka, de leginkább az egész SUV kategória megítélését? Igen, ez az első szériás BMW X6-os. Ma pedig megnézzük, hogy mi jó, illetve mi rossz van benne. Tartsatok velem! Tudjátok, mit jelent az SAC kifejezés? Hát van róla pár infóm. A legfontosabb talán az, hogyha meglátok egy ebbe a kategóriába sorolható autót, akkor legalább egy olyan megosztó kinézet fogad benneteket, mint ez az ananászos póló rajtam. De egyébként az SAC mozaik szó a Sports Activity Coupé rövidítése. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy nagyjából a motorháztető vonaláig minden olyan tulajdonsága megvan ennek az autónak is, amiért például megvenne az ember egy X5-ös BMW-t. Innentől fölfele azonban lényegében semmi nem egyezik bennük. Ez esztétikum szempontjából lehet jó is, hogyha valakinek ez a forma jön be, praktikum szempontjából azonban minden olyan lényeges dolgot elvesztünk, amit például egy X5-ösben megtalálunk. Mutatom, hogy miért. Az SAC kifejezés egyébként az X6-ossal együtt jelent meg, és hát valójában ezt jelenti, hogy ide hátra nem olyan könnyű beülni, mert az ajtó sem nyílik ki eléggé, illetve alapból nem sok hely van, bár lábtérből van bőven, azonban a fejtér bőven hagy kivetni valót maga után, hiszen ez az ára ennek a kupésított tetővonalnak. De üröm az örömben, hogy ez egy nagyon jól felszerelt, individuál felszereltségű X6-os, tehát itt hátul is minden földi jó megvan benne, rengeteg nagy tárolórekesz, pohártartó, szivargyújtós csatlakozó, hátsó roló, és itt is roló az oldalsó ablakokon, illetve a négyzónás Digit Klíma hátsó kezelőegységeit alul, valamint még egy szivargyújtós csatlakozó, és egy lehajtható könnyéktámasz, amin nincs pohártartó, hála Isten, hiszen az ugye itt van külön, mint már mutattam. Tehát, ha már egyszer bekászálódtunk ide, akkor egész kényelmesen tudunk utazni az X6-osban hátul is, csak figyelni kell, hogy a sofőr ne menjen bele túl sok kátyúba, mert akkor könnyen beverjük a fejünket. És még egy apró hátránya ennek a dolognak, az az, hogy ez a hátsó ablak itt, hát elég kicsi. Most én innen hátulról azért elég jól kilátok, de a sofőr a visszapillantóban nézve nem hiszem, hogy nagyon körül tudnak tekinteni hátrafele, és az autó csomagtartója is jóval kisebb az X5-ösénél, nagyjából 500 liter környéki, valamint a pakoló nyílás sem túlzottan nagy, de ne szidjuk már annyira ezt az autót, folytassuk a bemutatót máshol. Ezt a 10 évvel ezelőtt igencsak egzotikusnak számító formát Pierre Leclerc követte el, és a BMW észak-amerikai gyártósorairól gurul le egészen 2007 óta, ez az egyébként E71-es kódjelű BMW X6-os. Most pedig beszéljünk egy kicsit a motorokról. Először kezdeném a méltán népszerűbb dízelekkel. Ezt a palettát a már jól ismert M és N57-es dízelmotorok uralják. Nagyon sokan szeretik őket, nagyon sokan azonban nem. Mindkét oldalt azért bőven meg lehet érteni, hiszen vannak például alacsonyabb fogyasztású és jóval megbízhatóbb dízelek is ezen a földön, de alapvetően azok a sorhatok nem rosszak. Ezek rendre az 1 turbós 30, a 2 turbós 35 és 40, valamint a faceliftet követően a 3 turbós M50D. Most pedig akkor jöjjenek a benzinesek. Ezek rendre a 6 hengeres 35 és a V8-as 50i, valamint a szintén V8-as X6M 555 lóval. Ennek a motorja egyébként nem sokban tér el az ebben az autóban is megtalálható 50i-től, kódjukat is csak egy betű különbözteti meg egymástól. Az 50i lényegében ugyanaz a hot wheel rendezésű V8-as, ami például megtalálható az új M850i-ben is akár, és amiről már készítettünk is egy elég jó kis bemutató és tesztvideót, amit megnézhettek az itt felugró linken.
Azonban annak ez nyilván egy jóval korábbi verziója, kódjele egyébként az N63. Nagyon sok vita folyik arról, hogy hogy érzik magukat például a turbók a forró hengersorok között. Hát a turbók általában jól vannak, egyéb alkatrészek azonban nem mindig érzik túlzottan jól magukat a hatalmas hőben, amit a két hengersor kibocsát. Ez okozhatja például a szelepfedél és egyéb tömítések elhasználódását, ami megnövekedett olajfogyasztást eredményez, és ezen kívül azért van még egy-két típushiba, például az üzemanyag befecskendezéssel lehet gond, vagy a láncos vezérléssel, de ha karba van tartva egy ilyen N63, akkor nagyon jó élményt tud nekünk adni, hiszen a Hot Wheel rendezésnek köszönhetően a turbójuk nagyon kicsi. Mindjárt ki is próbáljuk, de először még egy fun fact. Az X6-os kapta meg először a BMW úgynevezett DPC, azaz Dynamic Performance Control rendszerét, amely a nyomaték elosztást hivatott szolgáltatni. Igen, az X-Drive rendszer is ezt csinálja, azonban az csak az első és hátsó tengely között osztja a powert. Ezt viszont a két oldalra is el tudja osztani, ezáltal az X6-os ahhoz képest, hogy mekkora autó, egy egész jó kanyarstabilitást kapott, amit most már tényleg ki is próbálunk. Ha épp egy X6-osról, vagy a saját autódról szeretnél ilyen nagyon menő, egyedi kitűzőt, akkor mindenképpen keresd a Petrolpint Instagramon, vagy a webshopján, petrolpint.com. Na, hát ide előre beülve azért látszik, hogy egy 10 centi hiány, 5 méter hosszú és egyébként 2 méter széles autóról beszélünk, nagyon nagy hely van benne, kényelmesen el lehet férni, és az individuál felszereltségnek köszönhetően az ülések teljes elektromos állíthatóságúak, méghozzá annyira, hogy még a combtámasz és a fejtámla is elektromos. Igen, tehát azért a luxus az megvan, amiért anno fizetett a tulaj nagyon-nagyon sok pénzt. Észrevehetjük ezt a gyönyörű famintázatot, vagy hát azért ez a lakkozott fa manapság már annyira nem gyönyörű, de akkoriban tényleg hatalmas luxus volt ez az autó, nagyon szép bőr, és mindenhol bőr. A műszerfal nagyon jó anyagból van, az ajtókárpitok teteje és az alja is puha bőrben bevonatot kapott, már 2007-től. Szóval tényleg azért a BMW már akkor is nagyon odafigyelt arra, hogy amit elad nagyon-nagyon sok pénzért, az olyan is legyen, mint hogyha annyiba került volna. Egy érdekesség, hogy a kesztyűtartó nem itt van lent, hanem ezzel a gombbal tudjuk kinyitni, és itt van fönt, ami egyébként nagyon praktikus, hiszen nem kell hajolgatnunk, viszont ide így a vizes palack sehogy nem fér be, és sajnos még egy negatívum, az ajtóba sem igazán, hiszen beállítani nem lehet, mert nincs neki hely, így fektetve pedig csak be gyömöszölni tudjuk, de ha már egyszer beraktuk, akkor ott van. A felszereltségben még beletartoznak egyébként az F1 váltófülek, illetve az elektromosan állítható kormányoszlop is természetesen, valamint az autó kapott head-up displayt, távolságtartó tempomatot, sávváltó elektronikát, illetve sávtartó elektronikát, és itt van a jól megszokott BMW iDrive rendszer, ami ekkoriban még azért nem működött annyira gördülékenyen, de nagyon nagy szám volt. Egyébként, hogyha egy ilyen, vagy konkrétan ez a szinte full extrás V8-as első szériási X6-os BMW érdekelne mondjuk valakit, akkor meg lehet nézni a Barikárnál, és nagyjából olyan 6,5-7 millió forint környékén már hozzá is lehet jutni, és ilyen felszereltséggel, ilyen jó állapotban, ilyen N63-at, mint ahogy már mondtam ugye itt a motorról egy-két dolgot, nagyon ritka találni, úgyhogy ha gondoljátok, akkor vágjatok bele. Most pedig, miután mindent megbeszéltünk, ja és persze pakolhatóság, itt is vannak két teljes méretű pohártartónk, szivargyújtó, illetve ilyen kis apró tartó, és a telefonunkat tökéletesen rá tudjuk tenni, bármekkora is legyen az. A könyöklő pedig két részben nyitható, és itt is egy hatalmas hely van egyébként. Na de most menjünk egy kört ezzel a Hot V8-zal. Miután említettem azért pár jellemző típus hibáját az N63-nak, el kell, hogy mondjam, hogy ez az autó szinte a lehető legjobb állapotnak örvend, mind motorikusan, mind esztétikailag.
Úgyhogy miután kapcsoltam magamnak egy kis ülés szellőztetést és masszást, már el is indulhatunk az egyébként 408 lóerős X6-os BMW-vel egy tesztkörre. Ugye kimondva ez a 408 lóerő azért, hát nem kevés. Még egy több mint 2 tonnás tankhoz sem, amilyen ez az X6-os. Úgyhogy reméljük, hogy valóban tud valami meglepetést okozni, vagy ha nem is meglepetést, akkor legalább tudja hozni az elvártat egy ekkora motortól, illetve ekkora autótól. És azért kíváncsi vagyok a futóművére is, mert hogy az X6-os nem teljes mérték egyenlő ugye az X5-tel, mint már említettem, és hú, de nyomja ez a masszázs. Én ezt már megfogadtam, hogy a következő autómban, ha nem lesznek kerekei se, masszázs akkor is lesz benne, mert egyszer-kétszer, amikor próbáltam ilyen tesztautókban, zseniális dolog, nagyon jó, és nem is képzelné az ember amúgy, hogy mennyire jó addig, amíg ki nem próbálja, na, de ez elég ficsúros sztori, úgyhogy inkább teszteljük ezt az autót. Az első benyomásom, holott csak körülbelül 100 méter gurultunk, az az, hogy vezettem már elég nagy darab SUV-kat, ugye SQ7-est, ML Mercit, GL-et, de ebben az X6-osban valamiért még magasabbnak és nagyobbnak érzem magam itt az úton, és valamiért azt is érzem, hogy most, hogy ebben az autóban ülök, én vagyok az, akire mérgesek a többiek. Mert nem tudom, hogy ezt mennyire szabad kimondani, de azért én úgy látom, hogy akarva akaratlanul is, hogyha az ember meglát egy X6-ost az úton, és nem ő maga ül benne, akkor egy valamiféle dühöt valamiképpen kelt az emberben az X6-os. Ez egy megmagyarázhatatlan jelenség egyébként. Mióta megjelent ez a kategória, ez azóta létezik szerintem az emberekben és az úton közlekedőkben. De hát én úgy vagyok vele, hogyha valakinek ez az autó tetszik, akkor használja egészséggel, és bár gondolom ők is úgy vannak ezzel az egész sztorival, hogy használja egészséggel, és nagy évben tolja le az összes többi közlekedőt. Csak hát valószínűleg az kelti a dühöt az emberekben, hogyha ránéz az ember egy ilyen autóra, akkor valóban az látszik kívülről is, hogy tojik mindenkire. Mész az X6-ossal, még akkor nem is tudja senki, hogy milyen motor van benne, teljesen mindegy is. Mész vele, megállsz a kisbolt vagy a dohánybolt előtt, olyan nincs, hogy az emberek ne legyenek valamiért egy kicsit dühösek. Nem rád, vagy nem az autódra, egy ilyen alapvető feszültséget kelt ez. De most, hogy már megtapasztaltam, hogy milyen egy ilyen autóban ülni, tényleg azt kell, hogy mondjam, hogy ezzel nem kell foglalkozni, mert semmi mással nem kell foglalkozni, csak azzal, hogy van egy ilyen autód. És mindjárt megtudjuk, hogy mi van akkor, hogyha van egy ilyen autód, amiben történetesen ráadásul még egy több mint 400 lovas V8-as motor is van. Úgyhogy ki is megyünk innen a lakott területről gyorsan, és kipróbáljuk ezt az autót úgy Isten igazából. Itt van egyébként az individuál felszereltségnek köszönhető tolatókamera, ami nagyon kéne ebbe az autóba, mert amit már mondtam, hátrafele nem igazán lehet kilátni. Szó, ezzel az autóval tolatni nem kell. Vagy, ha van is mögöttünk valami, azon át kell menni, mert egyébként átmegy rajta. Egy igazi nagy darab autó, közel 5 méter hosszú, és hogyha úgy rálépünk a gázpedálra, akkor egy minimális késlekedés után, hát ugye több mint 10 éves automata váltó van benne, ami egyébként egy Tiptronic váltó, és nagyon jól teszi a dolgát, hogyha arról van szó, de azért van egy kis késlekedése, vannak apró, picike kis rugdosások, meg ilyenek, de van is mivel dolgoznia ennek a váltónak, szóval nem kell ezen csodálkozni. És hogyha átraktuk sportba, mivel hogy már van olajhőfokunk is, hogy nem bántjuk nagyon, megnézzük, hogy milyen ez a Twin Turbo V8, mondjuk ilyen 4000 környékétől. És ugye... pontosan olyan,
mint amire gondoltunk. Az autó nagyon megy, és nagyon meg is áll, hogyha arról van szó, hiszen hatalmas fékek vannak az 50-in. De azért nincs az a hátba vágós élmény, hiszen azért ehhez tömeg is van. De így legalább van egy kis élvezeti értéke is az X6-osnak, hogyha egy ekkora motorral kéri az ember. Viszont így sportmódban nagyon kemény a futóműve, egyáltalán nem terepre hivatott, legalábbis ebben a pozíciójában. Viszont a kasztinak dőlése vagy csavarodása kanyarban szinte semmi. A 2009 óta beépített bőr ülések, illetve fa és műanyag alkatrészek picit azért zörögnek, recsegnek, de ez minden hasonló korú és felszereltségű autóra igaz körülbelül, hiszen ennél jobb belteret nem nagyon lehetett elképzelni akkor, ennél jobb minőségűt. De ez, még egyszer mondom, hihetetlen, hogy mekkora ez az autó, és semennyit, tehát egyáltalán nem dől a kanyarban, sportállásban. A kormányzása egyébként nagyon korabeli, hogy úgy mondjam. Nem úgy például, mint egy új GLM RC-nek, amiről egyébként az elkészült tesztet már megnézhetitek az itt felugró linken, hiszen az valóban egy újas. Ez még egy igazi 10 éves SUV érzetét kelti minden téren, miközben vezeti az ember. És ha nincsenek nagy darab gyerekei, vagy nagy darab barátai, akiket be kéne ültetni ide körbe, akkor egyébként egy tökéletes utazóautó is lehet belőle, hiszen bár a nagy kerekek miatt elég erős útzajunk van, szélzaj az szinte egyáltalán nincs az X6-ban, és a hely is hatalmas benne, és nagyon jól el lehet benne terpeszkedni, de hát ugye, mint már mondtam, hátul azért nem az igazi. És miután megtudtuk, hogy kanyarban milyen jól viselkedik az X-Drive és a DPC ebben a hatalmas autóban, megnézzük, hogy álló rajtolni, hogy lehet vele. Úgyhogy menjünk is. Nagyon kiforgatja. És a kezdeti ülésbepréselős élmény egyébként nagyon jó, de hamar elmúlik, hiszen ott azért előjön az autó tömege és mérete, és ha nem figyel oda az ember, pillanatok alatt eléri a 200-at, ez a hatalmas tank. Ez volt a BMW X6 50i tesztem, illetve bemutatom. Én egyébként jól érzem benne magam, és tényleg, amíg benne ülök, azt érzem, hogy nem is foglalkozok azzal, hogy máshogy érzi magát körülöttem, nem is érdekel. Kinek mi? Döntsétek el ti, írjátok meg a komment szekcióban, aztán pedig iratkozzatok fel, hogyha még nem tettétek, nyomjátok be a csengőt, hogy nehogy lemaradjatok a legújabb tartalmakról, és találkozunk a következő videóban. Sziasztok!